Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lőria számára. Kedves Lőria, üdvözöllek téged, ez a te videód, és ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mi a terve veled kapcsolatban. Itt ez a kártya mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Ott alul ez a mélység, ez mutatja a félelmeket, ez látható színekben is, minden olyan szürke, majdnem fekete, de ő most átteszi magát ezeken az érzelmeken, átteszi magát a félelmein, és ez a kártya jelenti ezeket a megújulásokat. Itt lesz egy kiút, és pontosan az, amire ő most gondol. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi a terve. Itt ezen a kártyán láthatunk egy uralkodó nőt. Az lehet, hogy te vagy ez a hölgy az ő életében, és játszod ezt a szerepet, sokat gondol rád, te állsz a középpontban, uralkodsz az érzelmei felett. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, lehet, hogy mutatja az ő tartását, hogy ő akar uralkodni a saját érzelmei felett, a gondolatai felett, az is előfordulhat, hogy ő ezt most így elnyomja, és nem mutatja kifele azt, amit ő érez veled szemben. Én úgy mondanám, hogy mindkettő hat rá, de fontos vagy a számára, viszont nem mutatja ki az érzelmeit. A következő kártya azt jelenti, mi áll a középpontban, mi az, ami jelenleg fontos számára. Itt ezen a kártyán láthatunk egy lovas férfit, aki harcol. Itt vannak kihívások, itt vannak küzdelmek, és ő nem tud elfutni ezek elől. Ez a lovas férfi lehet egy férfi, de lehet egy hölgy is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. Itt körülötte minden úgy ég, ez utal a tűz elemére, de ez nem a melegség kisugárzása, hanem ez a harc. Itt minden összeomlik, és a tűz eleme ennél a képnél inkább a dühöt jelenti. Ami most nála a középpontban áll, hogy ő dühös valakire vagy valamire. Az is lehet, hogy ő dühös magára, mert bátortalan, mert nem tud az érzelmeiről beszélni, mert ő nem nyitott. Amire még én itt gondolok ennél a képnél, hogy ő féltékeny valakire. A tűz eleme jelképezi a testi kapcsolatot is, és ha ő úgy gondolja, hogy nálad van egy másik férfi, akkor ilyen esetben előfordulhat, hogy ő féltékeny vagy dühös valakire, vagy magára, amikor nem élt ezekkel a lehetőségekkel. Persze lehetnek ezek félelmek is, fél attól, hogy elveszít téged, fél attól, hogy jön ez a lovag, és ezzel a tűz elemével egy tüzes férfi elrabol téged. Mindaz, ahogy én így most elmagyaráztam, lehetséges nála. Én úgy gondolom, hogy mindez érinti őt. Dühös magára, mert nem nyitott veled kapcsolatban, vannak félelmei, hogy elveszít téged,
és van az ő környezetében ellenség, vannak kihívások és küzdelmek. A következő kártya azt jelenti, hogy mi vagy ki hat rá. Itt ezen a képen láthatunk egy királyt. Ez a király uralkodik. Uralkodik a levegő eleme felett. Az utal a kommunikációra. Az is lehet, hogy itt egy férfiről van szó, például a munkahelyét illetően, és megpróbál valaki uralkodni rajta. Hoz döntéseket a feje felett. A háttérben ez a szürke szín utal a félelmekre. Tehát ő nem tudja megvédeni magát, nem tudja azt, hogy mit közöljön ezzel a személlyel, és ezek lehetnek nála most nehézségek. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi fog változni nála. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek. Az mutatja az érzelmeket. Az ő érzelmi világában fog valami változni, mégpedig nyitottabb lesz, és kimutatja az érzelmeit. Az a kisgyerek ott középen szimbolizál egy új kezdetet. Ezek a megújulások. A képen látható egy boldog családi kapcsolat, az jelentheti azt is, hogy az ő családjában változik valami. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy hogy tekint rád, mi az, ami benneteket összeköt. Itt láthatjuk a fő papnőt. Ez természetesen utalhat spirituális dolgokra, hogy ti érzelmileg, lelkileg már össze vagytok kötődve. Érzi a te energiádat. Az is lehet, hogy álmodik, vagy álmodozik rólad. Itt ez a főpapnő őriz egy könyvet, ahol a sorsutak le vannak írva. Ezt a könyvet Akasha Krónikának nevezzük. És ez azt jelenteni számára, számodra, mindkettőtök számára, hogy ez a párkapcsolat, ez a találkozás benne van ebben a könyvben. Tehát ez nem véletlen, hanem a sors utatok kereszteződött, mert ő a te lelki társad, és te vagy az ő lelki társnője. Most megtekintjük azt, hogy van-e egy másik hölgy az ő életében. Egy másik hölgyet, vagy egy párkapcsolatot nem látok nála. Ezen a képen láthatjuk ezt az arany érmét, ami utal az anyagiakra, vagy az ő munkahelyére. Lehet, hogy vannak neki munkahelyi kapcsolatai, de ez nem párkapcsolat. Előfordulhat az is, hogy volt valaki a múltjában, és ez a hölgy követelőzik, akar pénzt tőle, és van itt egy férfi, aki segít ennek a nőnek. A következő kártya azt mutatja, hogy áll ő ezekhez a dolgokhoz. Ez a fiatal férfi itt ezen a képen szimbolizál egy új kezdetet. Ő kezébe veszi a dolgokat, és megnézi ezt az arany érmét. Ezek utalnak az anyagiakra, az ő munkahelyére, de az értékekre is, a saját értékeire is, a belső értékekre is. Én úgy tudom ezt elmagyarázni számodra, hogy valaki követelőzik nála, vagy valaki akar pénzt tőle kapni, de ő vigyáz az anyagiakra, és ezt ő megtartja a saját kezében.
Ez a kép utalhat munkahelyi változásokra is, mert ez a fiatal fiú szimbolizálja az új dolgokat, és itt ennél az arany éremnél nem csak az anyagiakról van szó, hanem a munkáról is. A következő kép azt fogja mutatni, hogy tekint feléd, mit akar tenni, és mit fog tenni. Ez a hölgy itt ezen a képen szimbolizál téged és a te kisugárzásodat. Ez a te energia meződ, és ezt ő érzi. Van köztetek ez a vonzalom. Ezen a képen látható az egész világ, ha ő boldog vele, akkor át tudná ölelni az egész világot. Utal utazásokra is, lehet, hogy tervez egy közös utat veled. Ezen a képen látható a négy irány, és utal a négy évszakra is, és a négy évszak az egy év. Ő szeretne egy éven belül veled összejönni, tervez egy közös életutat, vagy egy nyaralást. A következő kártya azt fogja jelenteni, hogy mit kellene, hogy tegyél annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Maradj ebben a belső harmóniában. Itt kell egy középút, egy aranyút. Ne túl sokat, ne túl keveset. Itt ebből a korsóból folyik valami. Az egyik arany színű, az utala napra, a másik pedig ezüst, és az mutatja a hold energiáját. A nap energiája aktív, a hold energiája passzív. És ezt kell kiegyensúlyoznod. Az utolsó kép azt jelenti, mi vár rátok. Lesz itt egy közös életút. Itt ennél a kártyánál láthatjuk a négyes számot. Ami számára fontos, az a biztonság érzete. Azt, amit ő ki szeretne építeni. Ő befele tekint, érzi ezt a lelki kapcsolatot köztetek, szerintem érzi a te energiádat is. Ő tudja azt, hogy te vagy a lelki társa, de körülötte még minden olyan szürke, ami utalhat az ő környezetére. Itt kell, hogy javuljanak nála a dolgok, de jelenti a félelmeket is. Át kell tennie magát ezeken az érzéseken. Itt a kardoknak több jelentése is van. El kellene vágni a félelmeket, mint ahogy őrangyal Mihály ezt teszi, azon kívül szimbolizálják a levegő elemét, könnyűséget és a kommunikációt. Neki még időre van szüksége. Az eltarthat 4 hónapig. Kell, hogy rendezze a dolgait, át kell tennie magát a bizonytalanságán, hinnie kell abban, hogy köztetek lesz egy szerencsés, boldog párkapcsolat, és akkor jön a kommunikáció, akkor lesz nyitott arra, hogy az érzelmeiről beszéljen. És ez alatt az idő alatt maradj ebben a belső nyugalomban. És most kapsz egy lelki üzenetet, most eljött annak az ideje, hogy döntéseket hozzunk. Nem szabad sokáig várni, ne halasszuk el a lehetőségeinket. Ez volt a lelki üzenet. Mivel ő várakozik, és még nem hozza ezeket a döntéseket, én úgy mondanám, ő vár arra, hogy te hozd ezt a döntést, és ő követ téged.
Mégis azt mondanám, légy türelmes, mert kell, hogy ő közölje ezt veled. Kedves Lőria, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!